A Rádióért szeretlek Székehíd című műsorát hallgatják. A Rádióér online szélén Székehídvárosról beszélgetünk, itt élő emberekkel, az itt élő világról. Helyben vagyunk. Köszöntöm a kedves podcast hallgatókat, ez kivételesen egy Szeretlek Székelyhíd, és azért gyűltünk itt össze a stúdióban. Mindjárt elmondom, hogy kik vannak itt, mert hogy ugyebár még most jelenleg zajlik az Érhangi Egyesület Erasmus Plus-os programja, és több fiatal gyűlt itt össze Székelyhídra különböző országokból, és az esemény egyik koordinátora, Bíró Orsolya van itt jelenleg a stúdióban, és ő el fogja mondani, hogy honnan érkeztek a fiatalok, és mi a projekt lényege. Szia, Orsi! Szia, Péter! Üdvözlöm a kedves hallgatókat, köszönöm szépen a rövid, frappáns felvezetőt. Miről is szól ez a projekt? Tehát ugye az Érhangi Egyesület, amint azt már többen tapasztalhatták az Érhangja híradásaiból és webfelületeiről, ifjúsági, nemzetközi ifjúsági projektek írásával, koordinálásával, lebonyolításával foglalkozik. Ez a negyedik év, amikor ilyen programot szervezünk. Ez azt jelenti, hogy idén például 5 országból jött el összesen 30 fiatal. Ezek az országok Görögország, Lettország, Litvánia, Magyarország, és nyilván van egy helyi romániai csapat is. Ezek a fiatalok pedig együtt egy hétnapos program keretében azzal foglalkoznak, hogy mi is az az önkéntesség, ezt hogyan is lehet megfogni emberileg, etikailag, tettekben, gondolatilag, egyénileg, országos, nemzeti, nemzetközi szinten, illetve ennek kapcsán szóba kerülnek olyan konkrét dolgok is, mint önkénteskedés az EU-ban, európai önkéntes szolgálati programok, stb. Stb. Na hát a kis bevezető után vágjunk is bele. Az a műsornak a célja, hogy minden résztvevő országnak egy képviselőjét szeretnénk itt egy pár percig meginterjúolni, és aztán összeállítunk ebből egy műsort. Így most már elárulhatom, hogy nem csak én, illetve Bíró Orsolya van a stúdióban, hanem itt van Lettország egyik képviselője, Ginters. Hello, Ginters. Hello. Az lenne a kérdésem, hogy hogy kerültél bele a projektbe, illetve, hogy hát először is erre válaszol, hogy hogy kerültél ebbe a projektbe. Ginters, how did you get in touch with this project? So I have, like 1 month ago, I was in other project and I met new people from other organizations and they invited me to this project. You mean this happened in Latvia? Yeah, the other project happened in Latvia. Hát egy korábban, egy picivel korábban idén egy másik hasonló projektben vettem részt Lettországban, ott új emberekkel ismerkedtem meg, és azok az emberek hívtak meg gyakorlatilag, hogy vegyek részt ezen is. Miért érdekel az önkéntesség? Mit látsz benne? Miért fontos ez számodra? Why are you interested in volunteering? What do you see in it? Is it important for you? Volunteering itself wasn't that much important for me before, but after this project I got like in touch with it and I understood how important it is for the community and for the world, and yeah, after this project it will mean a lot to me, and I will help others more, and will try to volunteer as much as I can. Eddig nem igazán volt kapcsolata az önkénteskedéssel, nem volt számára fontos. Elmondása szerint ez a projekt világította meg igazából számára, hogy mi az önkénteskedés jelentősége, és határozottan célja, hogy a projekt utáni hazatérését követően keressen önkéntes lehetőségeket, és hogy segítse a körülötte élőket, a közösséget.
Áruld el a hallgatóknak, hogy mivel foglalkozol, mit tanulsz, mert úgy látom, hogy még elég fiatal vagy ahhoz, hogy iskolásnak vagy tanulónak véljelek, és hogy mennyire lesz a továbbiakban célod ez a pálya, ez az önkéntes pálya. Can you tell for us and the listeners, how old are you, what is your current occupation, and how are you any thoughts about how will you attach volunteering to your future? Yeah, so I'm from Latvia, I'm 18 years old now. I am currently working on a youth organization in the capital of Latvia, Riga. It's the biggest youth organization. Last year I was board member of it, one of the board members. And it technically kind of is voluntary work, yes, because I do it for free, of course. But I didn't really like considered it like a voluntary work before. It was just not natural for me. And the more, what should I say? Are you having future plans with volunteering? Yeah, I have thought about EVS participating in the Erasmus Plus volunteering project for 1 year in other country. What did you say? How old are you? I'm 18. Okay, sorry. Okay. Tehát 18 éves, Ginters. És végül is gyakorlatilag ugye most még tanuló, de hogy igazából már ő önkénteskedik, csak erre nem így tekintett eddig. Egy non-profit egyesületben, Lettországban, otthon nála, vagy náluk. És ott tavaly például igazgatósági tag volt, és dolgoztak, nyilván végezték a non-profit szervezet munkáját, de hogy eddig erre másként tekintett. Neki ez teljesen természetes volt, hogy ő ezt ingyen és bérmentve csinálja. Illetve igen, vannak tervei hosszabb távon is az önkénteskedéssel. Szeretne az Európai Unió Erasmus Plus önkéntes programjában részt venni, majd valamelyik országban. Mesélj a mostani projektről itt Székelyhídon, mik az eddigi tapasztalataid, ugye a műsor felvétele közben ugye még zajlanak események, zajlanak programok, tevékenységek. Milyen volt eddig a hét, illetve mit vársz még a maradék pár naptól? What would you highlight from this project? What do you think about its activities? What is your impression about it? The project is not over, but I think the most interesting thing in project was visiting the children's home, because I haven't been in such a place. It was really interesting for me, and also I was like getting a bit emotionally about the children's that don't really have parents, and that they need love, and people need to help them, and not only them, also the people that are working in the children's home. Ugye az, ahogy ez el is hangzott, Ginters is mondja, hogy bár a projektnek még nincsen vége, ki tudná emelni az egyik tevékenységi pontot, ami a programnak a része volt. Konkrétan azt, amikor a székehídi Gyermek Jézus otthonban járt a résztvevők csapata, és egy délután ott töltött önkénteskedéssel. Egyrészt azért volt ez számára fontos, mert nem járt ezelőtt ilyen helyen, másrészt pedig érzelmileg is hatással volt rá az ott eltöltött idő, mert ugye találkoztak a gyerekekkel, megismerkedtek velük, együtt végezték a kitűzött munkát, kerti és mindenféle egyéb munkákat, és hogy nem volt eddig ennyire testközeli tapasztalata olyan gyerekekkel, akiknek nincsen, vagy nem igazán van jelen a szüleik az életükben. Thank you for interview and be as much active as you can. Bye. I got to.
Folytatjuk az Erasmus Plus-os beszélgetésünket a mai Szeretlek Székelyhídban. Bíró Osolya segít nekem a kommunikációban, ugyanis ugyebár külföldi vendégei vannak az Erasmus Plus ifjúsági csereprogramjának. Itt van Gabi Litvániából, illetve Viktória Görögországból, most egyszerre kettő emberkével fogunk beszélgetni. Mondjátok el, hogy pontosabban honnan jöttetek, és hogy mivel foglalkoztok, mit tanultok. So the question is, can you tell us more exactly from where did you come from your country, and what is your occupation at the moment? Gabi. So I came from Lithuania. I live in Šiauliai. It's like a city where the famous Hill of Crosses is nearby, only 10 kilometers. And yes, it's the fourth biggest city in Lithuania. What is your occupation? I'm in the last year of school. Okay. Gabia, Litvánia egy negyedik legnagyobb városából jött, aminek a nevét most nem fogom tudni elismételni, de az a lényeg, hogy ez a város nagyon közel esik Litvánia egyik világhírű nevezetességéhez, a keresztek dombjához. What's the city name? Sorry. Šiauliai. Šiauliai. Oké, thanks. És egyébként a középiskola utolsó évét fogja gyűrni ősztől, mostantól. Victoria? So I come from a small town called Xylokastro. It's in the Peloponnese, like the part of Greece that looks like a hand. And it's only 5,000 people living there, so it's smaller than Sakuyeni. And it's only 1.5 hours way car drive from Athens, so it's really close to the capital. And for me, I'm a medicine student in Patras, the third biggest city in Greece, and I'm on my second year. Okay, and Victoria, egy szintén nagyon szép nevű településről érkezett Görögországból, ami csak másfél órára van a görög fővárostól. Ugye Görögországnak mesélte, hogy Görögországnak annak a részéről, amelyik így, mint egy kéz belenyúlik a tengerbe. Ő Patrasban tanul az egyetemen egészségügyi szakágon, és éppen a második évét végzi. Most itt még zajlik az ifjúsági cserék is. Gábi, hát tőled kérdezem, hogy miért fontos neked az önkéntesség, illetve hogy találkoztál ezzel a rendszerrel? A rendszerrel, vagy a programmal konkrétan? Hát az önkéntességgel magával. Gábi, how did you get in touch with volunteerism in your life? So in the beginning, our school promoted like some events, concerts, or just national celebrations that we can participate in. For that, we get social hours at school. But I got really into it because I saw like how it's easy, like to find new people, to know more about the specific thing that you want to discover or to try. And then I developed that, like I searched by myself to volunteer somewhere in the city and now abroad. Can you please explain for us and the listeners what these social hours mean in the school? So apart, there is separated, like you have to learn something, and a part of that you have to do something like informal activities, like you have to get them 12 like per year, and if you don't get it, you cannot go to higher grade. So that's how the social tries to include you young people to these activities, volunteering activities. Thanks.
De Gavia úgy találkozott iskolás korában már az önkénteskedéssel, hogy az iskola ajánlott nekik, mint diákoknak koncerteket, kiállításokat, akár különböző közösségi eseményeket, amelyeknek a megszervezését, a lebonyolítását vállalhatták valamilyen szinten önkéntesként. Ugye ez azért volt fontos, mert az iskola rendszerük azt feltételezi, hogy a formális oktatási órák mellett teljesítsenek nem formális tanulási órákat is, 12-t konkrétan minden tanévben, amiket, hogyha nem teljesítenek, akkor nem haladhatnak tovább a következő osztályba gyakorlatilag, vagy a következő szintre. És ugye egyből mindenki nagyon motiváltá válik, amikor ez a kérdés szóba jön, mert nyilván ez a legpraktikusabb, hogyha ezt elvárja az iskola, akkor ad rá lehetőséget. Neki konkrétan azért tetszett nagyon ez az opció, mert, vagy az önkénteskedés maga, mert ez szerinte a legkönnyebb útja annak, hogy új embereket ismerj meg, hogyha valami téged specifikusan érdekel, így a legkönnyebb felfedezni, vagy megismerni igazán bármilyen témakört, vagy tevékenységet, és igazán a szenvedélyévé vált az önkénteskedés, és eddig egy idő után saját maga kezdett el önkénteskedési lehetőségek után nézni, az iskolán kívül már a városban is különböző eseményeken részt vett ilyen formában, és most már arra készül, hogy nemzetközi önkéntesi pályára lép, úgymond. Victoria, ugyanez a kérdés vonatkozik rád is. Victoria, it's the same question for you. How did you get in touch with volunteering? So it probably was in primary school. To explain it to you, in Greece there is no such things as social hours like in Lithuania. So it if you get into volunteer work, it depends on the people around you, like your family, your teachers, and maybe the municipality. So in Xylokastro, the municipality organizes annually maybe beach cleaning days, so that people go with their bags and gloves, and they collect trash from the beach and the forest. Probably my first volunteer work was that, or maybe planting a tree in our forest with the school. But I think that I have my parents and especially my father to thank for getting in touch with volunteering, because he's always searching ways to offer to the community of Xylokastro, and probably he is the one that told me that I need to search for the opportunities around me. Like in Greece, not many people promote volunteering, so you have to search for the opportunities hidden around you. So yeah, probably because of my father, I've learned how to do that, and yes, now I'm at an international level. Victoria is iskolás korában került kapcsolatba először az önkénteskedéssel, méghozzá már elemista, tehát 1-4 osztályos korában. Egyrészt azért, mert a városuk, Xylokastro, ahova ő valósi, minden évben megszervezik a nagy part és erdő takarító akciót, amikor konkrétan emberek lemennek kesztyűvel, zsákkal szemetet szedni. És ő is már egész kicsi korától részt vett ezekben. Kiemelte emellett, hogy a Görögországban nem igazán népszerűsíti senki, sem intézmény, sem személy, sem semmilyen jogi személy az önkénteskedést. Igazából, hogyha ilyen lehetőségre vágysz, vagy valamit tenni szeretnél, akkor nagyon utána kell keresni, hogy megtaláld ezt a tevékenységet, vagy azt az önkéntességet, amiben részt tudsz venni. Ennek kapcsán meg is említette az édesapját, mert hogy azt mondta, hogy leginkább a szüleitől, a családi környezettől, oktatóktól, illetve a várostól függ, hogy ezekkel kapcsolatba kerülsz-e vagy sem, ha nem indulsz el magad keresni. És azt mondta, hogy azt gondolja, hogy az édesapjának köszönheti, hogy kialakult benne ez a szükség, vagy ez az igény, hogy mindig önkéntes feladatok után nézzen, vagy hogy ha bármire van egyáltalán szüksége, ő keresse meg a lehetőségeket maga körül, amik ott rejteznek körülötte.
És hát így is, tehát minél nagyobb lett, egyre több tevékenységben kezdett el részt venni, és most már ő is ott tart, hogy nemzetközi önkéntesi tapasztalattal rendelkezik. Most csak egyszerre, mármint egyszerre teszem fel a kérdést, nem kétszer. Mik a tapasztalataitok a mostani programmal kapcsolatban, illetve mit üzennétek a székelyhídiaknak? Így búcsúzóképpen akkor így. What do you think about this youth exchange, which is about volunteering? What is your impression or experience, what you would highlight about this program so far? So I really like our program. It's really interesting. I see how our trainers made that, like every hour we have to do something, and it's not without a goal. Like, I like it when that we could go to the kinder house to help them to wash the windows, and even though I don't speak Hungarian, I found like a common language with the children, and I really like that. And after that we played like football, which I've never played usually, but I really like it. And this whole community, I think that Sakueni is like a great city for Erasmus Plus programs. I like it that we interact with the locals. We went to the city to search for people to make the interviews with them. And right now we are painting two walls in the city center. So I really like it that we see the results right now, and we can leave something for the inhabitants. Tetszik az alapvetően a programban, hogy érezhetően nagy figyelemmel volt összeállítva olyan szempontból, hogy folyamatosan vannak tevékenységek, aktivitások, óráról órára valamivel el vannak foglalva a résztvevők. Azt emelte ki Gabia is, hogy milyen volt, amikor a gyermek otthonnál jártak, a gyermek Jézus otthonnál itt Székelyhídon, és hogy milyen volt ott tevékenykedni, akár a gyerekekkel együtt játszani, elvégezni úgymond az önkéntes munkát, a takarítást a kertben, a házban, itt-ottam-ott, aztán elmenni focizni a gyerekekkel, velük is foglalkozni, mert hogy egyébként ő soha nem futballozik, de hogy ezt most nagyon élvezte együtt a résztvevő társaival és a gyerekekkel. Nagyon szimpatikus számára az, hogy több olyan pontja van a programnak, amikor a helyi lakosokkal kellett interakcióba lépniük, érintkezniük, mert ugye óvatatlanul is önkéntes munka közben egyrészt találkoznak, látják, hallják egymást, másrészt pedig volt konkrétan olyan tevékenység, hogy csapatokban a városban el kellett indulniuk, és interjúkat készíteni a helyi lakosokkal arról, hogy kinek mi a véleménye az önkéntességről, ezzel is ismerkedve egymással, illetve azt gondolja, hogy Székelyhíd egy nagyon jó táptalaj, egy nagyon jó helyszín az ilyen ifjúsági cseréknek. Hát akkor az üzenet már benne volt, pedig azt meg se kérdezted igazából. Igen, így elsőre. Victoria? Okay, so about the program, I really like that we had the opportunity to examine volunteer work from a theoretical point of view and also practical, because as Gabia said, we went to the children's home, we helped clean up the windows, and we also painted some points in the city, and we're doing it right now also. So it's very nice to talk and discuss about a very interesting subject like volunteer with people who are passionate about it, like yourself. And it's also nice to make it like work also, not only discuss about it, but actually act on it. And it's nice to see the results. Like today we went to the school
of Sakuyeni, and we had painted the benches of the football pitch. And when the kids came out, we saw that they were looking at the benches like a little bit different. We said, "Hey, we made that!" And we had so much joy taken out of just this gesture, and it was really nice. So, yeah, just please keep making Erasmus Plus programs here. Thanks. Ezt még Gabiához. Kiemelte azt is, hogy mennyire jó leső számára ebben a programban, hogy a városban olyan tevékenységeket folytathatnak, amik tényleg arról árulkodnak, hogy ők itt jártak, mert olyan programpontok vannak, amik konkrétan például padfestést vagy falfestést jelentenek, amik például a felvétel ideje alatt is történik. Tehát, hogy látható nyomot hagynak maguk után a városban, ez számára fontos és kedves dolog. Viktóriának azt tetszik nagyon ebben a egyhetes programban, hogy az önkéntességet nem csak egy oldalról közelíti meg, hanem éppen annyit foglalkoztak az elméleti oldalával is, annak a fogalomnak a megismerésével, a felbontogatásával, mint amennyit gyakorlatban. Illetve ő is kiemelte a lakosokkal való, a helyiekkel való interakció, együttműködés kapcsán, hogy mennyire jó volt azt látni, hogy ugye előző nap úgymond fizikai munkát végeztek, tehát például a futballpályán a kispadokat, a focis kispadokat újra festették, felújították, és ma reggel aztán kimentek iskolás osztályokkal együttműködni, csapatépítő játékokat játszani, érzékenyíteni egy kicsit őket erre a nemzetközi hangulatra, az önkénteskedésre, és hogy ezek között, a gyerekek között, akikkel ők már együtt játszottak, voltak olyanok, akik az előző napon egy tanáruk vezetésével, Egeres Ingrid angol tanárnő vezetésével részt vettek, bekapcsolódtak a padfestésbe. És ugye már az megszáradt, használhatóvá vált, és mondta Viktória, hogy mennyi örömet okozott az nekik, hogy látták, hogy a gyerekek teljesen másképp néznek arra a padra, mint korábban, amit együtt festettek le, mert igen, együtt festettük le, és ez a mi közös munkánk. És akkor egy elbúcsúzást, amit az előbb már, egy üzenetet? Hát az előbb ugye már Viktória mondott egy ilyen üzenetet, vagy hátrahagyott egy ilyen kérést nekünk, akkor hogy... egy ilyen hazai, tehát egy ilyen saját nyelven egy visszaállt. Egy elköszönés, jó. Hát, hogy Viktória az előbb már meghagyta azt a búcsúzenetet, hogy legyünk szívesek és csináljunk még tovább, minél több Erasmus Plus programot a városban. De akkor jó, jön a saját nyelvű elköszönés. Would you please say goodbye or hello to the listeners on your own mother tongue? Okay. So, goodbye, it's ata. And in Greek, we say ya or adio. Thank you very much. Thank you. I got to move. I got to move. És akkor itt a műsor utolsó részében köszöntöm még a stúdióban Nagy Szintiát és Bordás Rajmondot. Ők a román, illetve a magyar csapat képviselői. Sziasztok! Hello! Hello! Gondolom le tudtátok szűrni, hogy ki melyik hanghoz tartozik. Meséltek arról, hogy honnan jöttetek, és hogy mivel foglalkoztok, mit tanultok, ilyenek. Szóval én Szatmári vagyok, elég közel van ahhoz képest, és most fejeztem be az iskolát, és egyetemre megyek, Kolozsvárra, informatikát szeretnék tanulni. Rajmond? Én Magyarországról jöttem, Edirnében tanulok, gimnáziumban, két anyanyelvűn. Nincs olyan messze ettől a helytől, ahol vagyok edelény. Én az érettségit szeretném majd lerakni, azután szeretnék majd vagy rendőrként, vagy katonának
hogy is mondjam, vagy annak szeretnék tanulni, ez a kettő. Csak nem tudom, hogy melyik a kettő közül. Na hát még van időd eldönteni. Meséltek arról, hogy találkoztatok az önkéntességgel, illetve vettetek-e már részt ilyen csereprogramban, mint amilyenben most részt vesztek? Szóval én először az önkéntességgel oficiálisan 9-ben találkoztam, de azt hiszem előtte így az első tényleg igazi emlékem az önkéntességről az még visszamegy a 7.-6. osztályra, mert egyszer egy valami teszt után nagyon stresszesen indultam hazafele, és egy bácsika így megszólított az utcán, hogy nem adok neki pénzt. És én mondtam, hogy én nem adok neki pénzt, mert biztos gondoltam, azt tanították nekem, hogy hülyeségre költik. És de akkor csak is megszakadt rajta a szívem, mert nagyon látszott rajta, hogy szüksége van segítségre. És beszaladtam egy boltba, és bevásároltam az összes pénzemből neki kekszet, és vizet, és kenyeret. És oda kimentem, és odaadtam neki, és borzasztóan nagyon örült, és az volt az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy hoppá, ezzel lehet kezdeni valamit. És utána meg 9-be építettünk, először építettem egy csapattal egy házikót, ahol a zárva gyerekek később növényeket növesztenek. Elmond? Én még így nem tartoztam ilyen szervezethez, ami így az önkéntességet rendesen az ilyen meg van szervezve, csak hallottam már róla, nekünk suliban annyi volt, hogy személyszedés, akkor ha nagyon meleg volt, akkor vizet osztogattunk az embereknek, ugye, de engem mindig is nagyon érdekelt az, hogy nem tudok segíteni az embereknek, vagy szeretek segíteni az embereken, mert így nagyjából átérzem azt, amit ők érezhetnek. Úgyhogy nekem ez a legelső pillanat, hogy én ilyen részt veszek, és nagyon örülök. Annak ellenére ugye, hogy nem megy az angol, de viszont ennek örülök, hogy ezen részt vettem. De itt is most ezt tudod fejleszteni például. Igen, és igen, ezt tudom fejleszteni, úgy érzem. Na de hogyha már idejük adtunk ki, akkor mik az eddigi tapasztalataitok? Ugyebár az adás felvétele idején még zajlik az esemény. Most így hirtelen nem tudom, 4.-5. nap van. Igen. Hogy tudnátok összefoglalni ezt a pár napot? Milyen élményekkel gazdagodtatok? Hát én egy kicsit szkeptikusan jöttem ide, mert egy előző héten úgy jöttem vissza Litvániából, ugyan egy hasonló Erasmus projektről, és azt mondtam, hogy na, én most ezekkel nem fogok már annyira tudni megbarátkozni, mert én nekem még hiányoznak a litvánok. Én nekem most nincs hely a szívembe erre. És akár még meghallottam, hogy milyen emberek vannak itt, mikor mutatkoztak, hogy honnan jöttek, mit csinálnak, mit akarnak tanulni, megijedtem, hogy hoppá, várjál, itt én nagyon meg fogom ezeket szeretni, itt nagy baj van, mert sírással fog végződni, mikor haza kell menjünk. És igazam volt, mert nagyon-nagyon megbarátkoztam velük, minden csapattal, minden nacionalitásból van néhány ember, ahol azt tudom mondani, hogy szerintem biztosan hiányozni fog, és több ember van minden országból, és örülök, hogy nem volt igazam, mielőtt még elindultam volna a projektre. Raymond? Amikor meghallottam suliban, hogy ilyen önkéntes szervezetet fogunk jönni, először féltem, ugye, mert utolsó pillanatban tudtuk meg a hírt a másik két társammal, hogy jönnünk kell ide, mert volt egy előző magyar csapat, akik jöttek volna, de vagy lemondták, és akkor hirtelen szerezni kellett embert, és jöttünk mi. Az a baj, nem volt megszervezve semmi, csak az egész az improvizálva kellett csinálnunk, szinte az egész ilyen projekteket, ilyesmit. Úgyhogy nagyon féltem tőle, de viszont így eltelt pár nap, és én nagyon örülök, hogy eljöttem. Szerintem a másik két társam is. Én nekem nagyon tetszik az egész, hogy így meg van szervezve, minden fel van építve sorrendbe. Nagyon jó programok vannak, a játékok, maga a projektek elkészítése, összeülünk, közösen megbeszéljük. Nekem ez nagyon tetszett. És rossz lesz elmenni, mert én mondjuk azt, hogy kezdtem szeretni itt lenni. Hogy... Van még azért egy pár nap, amit itt tölthettek. Meséltek Székelyhídról, milyen benyomásaitok vannak, illetve esetleg pár szóba meg lehetne... Tehát beszélhetünk egy pár szóba a koordinátorokról. Hát én Székelyhídról azt szeretném mondani, hogy is így maga úgy a helyekről, voltam már több projektben, és minden helyre úgy mentem oda, hogy engem nem érdekel, hova megyek, mert
engem az emberek érdekelnek, és az emberekre figyeltem is először oda. Elsősorban nagyon elelősek, ami nagyon jól esik, és nagyon kedvesek, és barátságosak, és nyíltak. És egyből befogadtak, és már úgy viselkedtek velem, mintha már 10 éve ismerjük egymást, és mentünk és csináltuk a dolgunkat. És azon kívül észrevettem egy csomó szép tájat Székelyhídon, vannak gyönyörű szép szobrok, és egyik nap kellett fényképeket csináljunk a önkéntességi lehetőségekről Székelyhídon, és azon a napon képesek voltunk felfedezni Székelyhidat, és őszintén szólva tényleg gyönyörű szép. Az én véleményem szerint az itteni emberek nagyon kedvesek, segítőkészek. Ha valamit nem értünk, akkor elmondják többször, nem morognak érte semmi. Nagyon kedvesek. Székelyhídról annyi, hogy én is az ilyen régi építési dolgokat szeretem, hogy maga az építés, szobrászat, és nekem nagyon tetszett. Igen, meg hogy mondta, a szint is, a táj is nagyon gyönyörű. Szerintem nagyon szép hely. Csendes, mondjuk úgy. Otthonias. Otthonias, igen, igen. Nem érezni, hogy nem Magyarországon vagyok majd szinte. Jó, esetleg elköszöntök, üzentek-e valamit a hallgatóknak? Hogy azt tudnám üzenni tényleg a hallgatóknak, hogy használjanak ki minden lehetőséget, hogy hasonló projektekbe vegyenek részt, és hogy önkénteskedjenek, mert nem fogják megbánni, akármennyire úgy néz ki, hogy koszos munka. Hogyha tényleg össze kell koszolnom magam, akkor ez a legjobb mód rá, és szívesen visszajövök akármikor. Köszönöm, hogy itt lehettem. Én is úgy gondolom, hogy ebben az ilyen önkéntes munkákban nagyon jó részt venni, mert nem csak arról van szó, hogy jaj, ez a munka, meg kell csinálni, az emberekkel kell segíteni, mert maga azokkal az emberek, akikkel együtt csináljuk, szinte olyan lesz, mintha család, egy nagy család lennénk. Hogy maga a közösségben is milyen jó hangulat van, meg hogy úgy az egész szerintem egy nagyon jó dolog, hogy segíthetünk más embereken. Mert egy kicsit empatikusabbak vagyunk, akkor átérezhetjük, hogy milyen rossz lehet ennek az emberek, akiknek segítenünk kell. Ha elég, hogy csak azzal, hogy megyek az utcán, akkor felveszek egy szemetet például, vagy hasonló dolgok. Ennyi szerettem volna, köszönöm szépen. Viszlát, viszontlátás. És akkor még itt a végén visszakanyarodok Bíró Orsoly, a koordinátorhoz, hogy még annyit akkor mondjon el itt a hallgatóknak, hogy itt az adás felvétele után ugye még zajlanak, vagyis hát ezzel párhuzamosan is zajlanak események, de milyen terveitek vannak még erre a pár napra, amíg tart, illetve van-e valami lezárása ennek az egész hetes programnak? Először is én terminátor vagyok, nem koordinátor. 7 napos ugye a teljes Erasmus Plus csereprogram, amit már említettem a beszélgetés elején. Ennek a 7 napnak most az 5-én vagyunk, az 5. napján, amikor is éppen ugye a felvétel alatt az történik, hogy valamilyen rég elhanyagolt szürke falat varázsolnak mesebeli színekkel az önkéntesek, a program résztvevői. Mit tervezünk még? Ezt a falat tervezzük befejezni, mindenképp szeretnénk elejétől a végéig elvégezni ezt a munkát, úgyhogy egy kész dolgot hagyjunk hátra magunk mögött, illetve beiktattunk a programba egy váradi városnézést, ami azt jelenti, hogy a pénteki napnak a nagy részét, a nappalát, azt Nagyváradon töltik a fiatalok. Ott az önkéntességről szórólapokat fogunk osztogatni, illetve valószínűleg egy kisebb, a város főterén zajló flashmob is meg fog születni, ez még nem annyira biztos. Illetve a szombati nap az már így a lezárásról fog szólni, ugye a minden Erasmus Plus program végén legyen az ifjúsági csere, vagy önkéntesség, vagy bármilyen más dolog. A résztvevőknek kapniuk kell egy tanúsítványt arról, hogy részt vettek ezen a programon, ezeket fogjuk többek között elkészíteni, együtt kiosztani, illetve lesz egy úgynevezett follow-up, ami azt jelenti, hogy a csapatok együtt arról fognak ötletelni, hogy
azt, amit a programban tapasztaltak, hogyan tudják továbbvinni. Az egésznek pedig, az egész programnak a lezárása az egy újabb lakossággal történő interakció lesz, vagyis egy közösségi esemény, amit már hirdetünk is a Facebookon, már korábban, mint ahogy elkezdődött volna maga a program. Ezt úgy lehet megtalálni, mint önkéntes piknik, ami azt jelenti, hogy Székelyhíd nagyobbik zöld területén, parkjában, ami a termáshelyi termástrand mellett van, ott szombat este 6 órától ki fogunk telepedni a parkba gyakorlatilag a résztvevőkkel, berendezünk egy kis vetítősarkot valahol a parkban, és meg fogjuk nézegetni a képeket, kis videókat, interjúkat, mindenféle felvételeket, amiket készítettek a fiatalok a hét során. És erre várjuk sok szeretettel a helyi lakosokat is, pont azért, hogy együtt nézhessük meg, együtt lássuk azt, hogy 30 ember egy hét alatt csak napi pár órában mennyi mindent meg tud tenni, hogyha igazán tiszta szívből szeretne hozzáadni a városhoz valamit, mint a résztvevők, akik itt voltak a héten. Köszönöm, srácok, hogy eljöttetek ide a rádió stúdiójába. Orsi majd add át a többieknek is, akik már azóta elmentek. Ti meg kövessétek a műsorainkat, podcastjeinket a YouTube csatornánkon, illetve van a rádiónak Facebook oldala, illetve honlapja, melyen minden reggel, minden hétköznap reggel élő adással jelentkezünk. Iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és akkor értesítést kaptok e-mailbe, hogyha friss adás került fel. További szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok! Köszönjük a meghívást, sziasztok! A Rádióért Szeretlek Székelyhíd című műsorát hallgatják. A Rádió Ér online szélén Székelyhídvárosról beszélgetünk, itt élő emberekkel, az itt élő világról. Helyben vagyunk. I got to move.